20. percben a jég ugyan nem, de a Kijev megtört, lisztes szöglete utáni kavarodásból Zavacki kotorja be a labdát. Láthatjuk, hogy tömegesen lyukat rúgnak, és a végén Zavacki estében. Prizjetko még megpróbál menteni, de már csak Beier tudja segíteni. Ezzel 1-0. 36. perc, Balog kitűnő labdája Zavackinak. Lisztest ugratja ki, aki Szovkovszki fölött 2-0-ra módosítja az eredményt. A Dinamo Kijev egyébként 4 ponttal vezeti a hazai bajnokságot, de rengeteg a sérültjük, köztük Leonyenko a csapat legjobbja. Itt közben Mihail Dzsikariani szólója, azonban Seiler véd. A Dinamo Kijevnek egyébként alig volt ellentámadása, most éppen Lisztes szerzett labdát, felemelik neki, visszakapja, rövid randevú Szovkovszkival, és Balog az üres kapu mellé helyezi. Fogjuk a hóra. Kijevi ellentámadás a második félidő 31. percében. Topcsiev becsapja Zavackit. Dzsikariani gólja azonban érvénytelen, mert a 13-as Prudius lesen állt. 82. percben Prizjetko kitűnő labdája Nagy Zsoltnak, és Lisztes Topcsiev, Smatovlenko és Ponomarenko között beállítja a 3-0-ás végeredményt.